hiszen már tett valamit az egészségéért, és segíti a gyermekét is, hozzátartozóját abban, hogy ez a nap ismét öröm legyen a számunkra. Én hátulról kezdeném az alsó tagozatnak az eredményhirdetését, mert úgy számoltunk ki, hogy minden osztályban ugye megszületett az aláírás, és elosztottuk az osztály létszámokkal. Így a negyedik osztály 20 aláírást gyűjtött, 2,5-es átlaggal végezte. A harmadik helyen az első osztályosok, akik 27 aláírást gyűjtöttek, 2,7-os átlaggal lettek. Nagyon szép eredmények mindegyik szerintem, és a második helyen, és innen már fogjuk tudni az elsőt is, második helyen a második osztályosok végeztek. 2,9-es átlaggal, és alsó tagozaton a vándorserleget, mert igazgatónő át fog adni, a harmadik osztályosok. Két aláírással 3,2 harmadik osztályos. Azt kell mondani közben, hogy ez mi osztályzatra számítsátok át, jó, a 2,5 meg a 3,5, jó? A felső tagozatos eredménye. Negyedik helyen az ötödik osztályosok végeztek 1,27-osát. Harmadik helyen a hetedik osztályosok 1,58-al le van osztva. Második helyen a nyolcadik osztályosok 1,71-al, és a vándorserleget a hatodik osztályosok 2,6-al. Igen? Ezt így, mert hirtelen föl fogod állítani, vagy ezt? Nem, a templom már tudom csak föl állítani, és fel állítani. De még úgy engem is Thank you.